A SIM óvodában Szabóni Szentesi Mária vezetővel arról beszélgettünk, hogyan indult a 2021-es év. Mint megtudtuk, szerencsésen indult az év, hiszen az óvoda minden dolgozója vállalta január 2-án és 3-án a koronavírus tesztelést, mindenki negatív lett, így a szülők biztonsággal hozhatták gyermekeiket az óvodába, fogalmazott a vezető, aki szólt arról, hogy ebben a hónapban a téma a tél, mint évszak, a foglalkozásokon minden formában, öltözködés, sportolás, étkezés, madárvédelem, hiszen örökös zöld óvodának ez nagyon fontos feladat. Az elmúlt napok időjárása lehetővé tette számunkra, hogy a tél, mint évszak feldolgozzuk ezt a projektet, hiszen a hátunk mögött is látszódik, hogy a gyerekek jéggel foglalkoznak, a téli időjárás elemeit dolgozzák fel, a téli öltözködéssel foglalkoztunk, a réteges öltözködésre hívtuk fel a gyerekek figyelmét, a téli sportolásra, és hát a téli madárvédelemre is, hiszen mint zöld óvoda nekünk ez is nagyon fontos. A gyerekek várják a farsangot, a lányoknál a hercegnő, királylány, a fiúknál a vadász, a karatés, a katona népszerű. Már tervezgetik a gyerekek a jelmezeiket. A farsang bár szülőmentes lesz, de az informatika felületen tájékoztatják őket fotókkal a rendezvényről. A tavaszi programjaikat is mindet megtartják, ha nem lehet csak csoportszinten, ha lehet akkor a szülőkkel. Az egyik legnagyobb élmény a gyermekek számára a farsangi időszak, ez fog következni a következő napokban, hetekben. Már hallottam is a baráti társaságokat, hogy megbeszélik egymással, hogy ki minek, milyen jelmezt fog felölteni. Ezt nagyon várják a gyerekek mindig. Természetesen, mint a lányoknál a hercegnő, királylány, tavasz tündér, ez mindig nagy sláger, a fiúknál a karatés, a dínó, a vadász, a katona, és már most tervezgetik a gyerekek, ez a következő napok feladata lesz. Sajnos valószínű, hogy ezt a programunkat is szülők nélkül tudjuk még megvalósítani, hiszen a járványügyi helyzetben nagyon odafigyelünk, hogy vigyázzunk egymásra, a gyermekeinkre, betartsunk minden óvintézkedést. De nem maradnak le a szülők, hiszen az informatika felületén mindig tájékoztatjuk őket erről. Bízunk benne, hogy hamarosan véget ér ez a nehéz időszak, és egyre inkább ki tudjuk nyitni a kapunkat az érdeklődők számára, hiszen a tavaszi programjainkat mindet meg fogjuk tartani. És a tavaszi beiratkozásnál majd nagyon fogjuk várni az új kicsiket, hogy betekinthessenek az óvoda életébe. Most a következő időszakban pedig nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy az iskolába készülő gyerekekre figyeljünk oda. Számukra már nem csak kedv és érdeklődés kérdése, hogy a felkínált tevékenységekbe, foglalkozásokba bekapcsolódnak-e, nekik már kötelezően részt kell ezekbe venni, hiszen nagyon hamar eltelik ez az időszak, január-február itt a nyár, ahogy mondani szoktuk, és ők ősszel megkezdik az iskolai tanulmányaikat. Ezen kívül a kolléganőimre is nagy feladat vár, hiszen az elkövetkezendő héten két kolléganőm is minősülni fog, két hét különbséggel. Egy kolléganőm átesik az önértékelés folyamán, és hétfőn megkezdi egy végzős főiskolai hallgató a szakmai gyakorlatát az óvodánkba. A beiratkozásnál nagyon várják majd a kicsiket, hogy betekinthessenek az óvis életbe. Odafigyelnek az iskolába menő gyermekekre, akiknek fejlesztéseket tartanak a négy tehetségműhelyben is, hogy őszre minél felkészültebben kezdhessék az iskolát. A tehetségműhelyek továbbra is működnek az óvodánkba, négy területen is működik. A környezeti az mindig is élen járt, mint zöld óvodásoknál, hiszen ennek a mai projektnek a záró foglalkozása is főleg erre épül, hiszen a gyerekek a jéggel, a hóval játékos kísérleteket végeztek. A kézműves tehetségprogramunkban most nyertek a Szent Pál Marista által kiírt alkotópályázaton a kézműveseink. A mesével ilyenkor a mesetehetségműhelyünk is a téli meséket dolgozza fel. A mozgásos az ugye most bekényszerült a tornaszobánkba, ott általában labdajátékokat játszanak ebbe a műhelybe. A logikuckó az pedig hát a gyerekek kreativitására, logikus gondolkodására épít.
az elmúlt időben inkább a társas játékokat, a logikai feladatokat oldották meg. A február azonban már a konyhakerti foglalatosságot is jelenti, hiszen a magvetést akkor kezdik el. Az óvoda kétszer kapta már meg a legszebb konyhakertek országos díját. Ezeket már februárban el szoktuk kezdeni, a magvetéssel, a palánta neveléssel, rügyeztetés, csíráztatás, hiszen a kis kertünkben mindig nagyon fontos feladatok várnak ránk. Kétszer nyertünk már, és szeretnénk ezt harmadjára is elnyerni, hogy az örökös díjat elnyerhessük. A szülők nagyon segítőkészek ebben, a nagyszülők is, úgyhogy ez is egy nagyon nagy projekt. Ahogy mondtam, reméljük, hogy minden tavaszi programunkat meg tudunk valósítani. Abban bízunk, hogy egyre inkább ki tudjuk nyitni az óvoda kapuját, hogy ne csak zárt ajtók mögül valósíthassuk ezeket meg.